Hát ha véletlenül is elesne, nem. Biztos, hogy nem fogja beütni a sem a fejét, sem a tenyerét, sem a könyökét, sem a térdét. A Bátaszéki óvodában a gyerekek éppen azt tanulják, hogy milyen védőfelszerelést kell viselniük kerékpározás közben. Ugyanis az intézmény elnyerte a biztonságos óvoda címet, annak köszönhetően, hogy részt vettek az Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a Közlekedéstudományi Intézet közreműködésével létrejött programjában. Az óvoda vezetője szerint a pályázatnak köszönhetően felkészültebben több kellékkel tudják a kicsiknek megtanítani a közlekedés szabályait. Simon Csabáné azt mondja, továbbá nem titkolt céljuk az óvoda udvarában egy közlekedési park kialakítása. A foglalkozások során a gyerekek megtanulták, hogy például hogyan kell szabályosan közlekedni a járdán, vagy átkelni az úttesten a zebrán, vagy akár a távolságot felmérni, vagy bizonyos táblák megismerésére volt alkalom, vagy tudatosult bennük, hogy a közlekedésben mit jelent a piros meg a zöld jelzőlámpa. Mindig kötelező egy autósofőrnél a biztonság, hogy be legyünk kötve. A Tolna megyei Baleset Megelőzési Bizottság ügyvezető elnöke azt mondja, a biztonságos óvoda program célja a gyerekek közlekedésre való felkészítésének elősegítése, amely jó alapot nyújthat majd a jogosítvány megszerzéséhez is. Ez azért is fontos, mert ugye, ha gyerekkorban elkezdjük a közlekedésre nevelést, akkor nyilván már amíg eljutunk egy jogosítvány megszerzéshez, legyen segédmotoros kerékpáros vezetőengedély, vagy egy járművezetőengedély személyképkocsira, akkor már egy megfelelő alapszinttel kerül oda, és gyakorlatilag így elkerülhetők már véleményünk szerint a gyerek meg balesetek is. A biztonságos óvoda programba megyénként csak 10 óvoda került be.